regeneratív medicínák. Sorozatunkon belül a múlt hónapban elindítottunk egy kisebb sorozatot az őssejtek 10 csodája néven, és bizony ebben a mai adásban kiemelünk egyet ebből, és ahogy alcímünket is látták, tolókocsiból inkább sétáljunk. Na hát, hogy ezt hogy is lehet elérni, erről fog szólni ez a mai adásunk, de engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem állandó szakértőnket, Miskó Józsefet. Nagyon örülünk, hogy ismét velünk van. És én is örülök, hogy újra itt vagyunk, és egyre többen nézik a műsort, talán egyre többen akarnak elindulni a fiatalabb, jobb életminőség útján. Hát úgy legyen, én is csak ezt tudom tanácsolni önöknek, és nagy szeretettel köszöntöm Güncőné Lénárt Zsuzsannát, aki viszont most egy igazi ábra ló nekünk, ha nem sértődik meg, akin bizony a mozgás rendszerünk rengeteg hibája megfigyelhető volt, egészen a betegségekig, és ma íme itt ül közöttünk. Úgyhogy kezdjünk is gyorsan bele. Azt kérném Miskó úrtól, hogy azért az alapokat mondja el nekünk, hogy aztán át tudjunk térni erre a mai témára. Hát sokan ismerik már, de biztos mindig vannak újabb és újabb nézők is, de nem árt az ismétlés a többieknek sem. Ugye mit jelent ez a regeneratív módszer, regeneratív medicinák? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberi szervezetbe újra van lehetőségünk a funkcionális őssejtek munkába állítására, illetve a fő rendszereinknek, a feldolgozó emésztési tápanyagrendszerünknek és a keringési rendszerünknek, a mikrokeringésünknek az újraépítésébe. Ez az a három fő rendszerünk, ami a jó fizikai erőlétet, a szervezet üzembiztonságát adja, és gyakorlatilag ennek a gyakorlati eredményeiről beszélünk majd ebbe az adássorozatba, ami ugye a 10 fő területet fogjuk kivesézni. Mi a lényege? Ugye kiderült az, hogy 25 éves korunkig funkcionális őssejtek építik a szervezetünket, és 25 éves kortól ezek a funkcionális őssejtek egy hiány miatt, ez nem más, mint egy aminosav, egy FGF2-es növekedési faktor hiánya miatt nyugdíjba vonulnak. A szervezetünkben elindul egy szép lassú leépülési folyamat, amely kihat minden területre, és kisebb-nagyobb üzemzavarok keletkezhetnek, hogy úgy mondjak, rosszabbul működik, megjelenhetnek fennakadások. Ilyenkor már egy idő után többet panaszkodunk, hogy kicsit magas a cukrunk, fájnak az ízületeink, rosszabbul mozgunk, a hallásunk, a memóriánk sem az igazi, és sokan elfogadják ezt az állapotot. De kiderült, hogy ezt újra be tudjuk indítani, és erre megszületett 1929-ben az első megoldást dr. John Davidson részéről, majd 1979-ben dr. Björn Eskaland részéről, már nincs akadálya, hogy újra fizikailag, sejtszinten, biológiailag visszafiatalodjunk. Ezt biztosítja a regeneratív módszer, mint olyan mindenkinek, és hát kiderült, hogy ez nem csak 10 területre hat, hanem az egész szervezetünkre hat, hiszen 220 féle sejtünket tudja beindítani, újra egészségessé varázsolni, viszont van 10 nagyon fontos terület, ami az emberek életminőségében fontos. Mi ez a 10, csak úgy gyorsan? Az első a szív- és keringési rendszerünk működési állapota, második ugye a neurológiai betegségek, a harmadik külsőnk, a haj problémánk, vagy a bőr problémánk, aztán a légzés, a tüdőtelete is nagy mértékben befolyásolja az életminőségünket. Hát van egy nagyon érdekes kategória, amit nem lehet egy területre mondani, ezt úgy nézzük, hogy autoimmun betegség, és a zsuzsája is kapcsolódik ehhez a területhez, amiről majd beszél. De ide kapcsolódik a mozgásszervi problémák, a sportsérülések, sportbetegségek, aztán a máj, a méregtelenítő regenerációja, a szem, a látásunk állapota, a fogantatás, meddőség nagyon fontos fiataloknál elsősorban, és nem utolsó sorban az alakformálás, tehát a súly problémáknak is tudja a kezelését. Ez, amiről azt mondom, hogy érdemes beszélnünk, és akkor most talán nézzük azt, hogy mit is jelent a szervezetben, amikor megismerjük a regeneratív módszert. Ezt úgy nevezünk, hogy szinergia. Tudjuk, hogy a szinergia az egy görög szó, amit jelent, hogy együttműködés, együtthatás. Több elem együttműködéséből magasabb eredmény jön ki.
az emberi szervezetben is szinergia kell, hogy legyen a bérrendszerünk, a feldolgozó rendszerünk, ha jól működik, kihat a keringési rendszerünkre, tehát a keringési rendszer visszahat a bélrendszerre is, és a sejtek állapotára is, befogadó képességére, a sejtmembránok állapotára is. Megfigyelték azt, hogyha a szinergia felborul ezeken a területeken, akkor sérül a szervezet működése, tehát ha a bélrendszerünk, a feldolgozó rendszerünk, a mikrobiom állományunk, vagy az enzimháztartásunk nem működik már jól, akkor akár a mozgás képességünk is csökkenhet, rosszabbodhat, ide tartozik végül is a keringési rendszer és a sejtmembránok gyulladásos állapota is. Na most a regeneratív módszer ugye ezt a három területet hozza újra szinergiába, helyreállítja a rendet, és az együtthatás hozza azt az eredményt, amiről majd a Zsuzsa beszélni fog rövidesen, úgyhogy hagyom is őt innétől kezdve élménybe számolni. Hát én kíváncsi lennék, hogy hogyan ismerkedtetek meg egymással, Zsuzsanna? Mi szerintem az első igazi megismerkedés egy hajón történt, ugye, múlt évben, és ez nekem egy csodálatos dolog volt, hiszen én hosszú éveken keresztül otthon ültem, és nem jutottam el ilyen helyekre, és nagyon, már 2005-ben kezdődött ez a probléma, tehát már nagyon régi volt ez a gondom. Először csak egyre fáradtabb voltam, egyre kevésbé tudtam fizikális dolgokat megcsinálni, fájtak a lábaim, fájt a derekam, meg csak ilyen kis apró jelek voltak. Ez 2004-2005 környékén. Uh-huh. És utána ez egyre rosszabbá vált, és a végén eljutottam oda, hogy két bottal, nagyon nehezen, még a toalettre is otthon, és csak be voltam zárva a lakásba szinte. És megállapítottak nálad valamit? Hogyne. Tulajdonképpen porckopásokat állapítottak meg, ízületi problémáim voltak, de sajnos olyan gyulladások voltak a szervezetemben, ami miatt a műtéteket nem lehetett elvégezni. Akartak műteni? Hát eleinte szerettem volna elkerülni, nagyon sok mindent kipróbáltam. Ami létezett, terápia, táplálékkiegészítők, módszerek, fürdőkúrák, amit csak elém hozott az élet, mindent kipróbáltam, de sajnos nem volt átütő eredmény. És amikor már nagyon elkeseredtem, és nagyon fájdalmaim, nagyon komoly fájdalmaim voltak, fájdalomcsillapítókon éltem, akkor elhatároztam, hogy műtét, nincs tovább, műteni kell, de sajnos az eredményem, labor eredményeim nem voltak jók. Nem engedték meg és a nem műtétet. Engedték, és háromszor is nekifutottuk, és háromszor is közbejöttek. Mert itt látom, hogy csípőízületbe szűkülés, artrózis, igen. Gerinc egész hosszában, ilyen a peremszéleken. Igen, ilyen lerakódások voltak, és ezáltal a mozgás teljesen beszűkült. És hát egy lépcsőre fellépni, vagy bármiféle ilyen egészen egyszerű dolog már nem ment. És amikor én már teljesen elkeseredtem, hogy most akkor mi lesz itt a megoldás, akkor 2016-ban találkoztam ezzel a módszerrel, ezzel a regenerációs módszerrel, és amikor én azt elolvastam, hogy ezekből az újra felélesztett sejtekből, ősejtekből, akár portsejtek is alakulhatnak, akkor ez nagy öröm volt számomra, és azt mondtam, hogy ezt mindenképpen kipróbálom, és hát nagyon igen, mert itt döntöttem. Már megállapítottak nála csonthalás, tehát ott aztán az ősejtek aktiválása van, ugyancsak így fontos. Van, így van. Uh-huh. És én már akkor megértettem, hogy ez valószínűleg nem csak ezekre, hanem az összes problémámra előbb-utóbb regeneráció lesz a testben, az egész testben egy regenerálást tudok véghez vinni. Na most ez bebizonyosodott, fokozatosan ment, és még ma is érzem, hogy napról napra javulok, fiatalodnak a sejtjeim, ahogy fiatalodnak a sejtjeim, és egyre több mindent tudok megcsinálni. Így múlt évben már egy hajón, úton részt tudtam venni, és
ez még úgy ment ugyan, hogy egy ilyen nagy tengerjáró hajón, ugye óriási távolságok vannak, és ott még bizony tolószékbe tologattak ezeken a távolságokon, mert de maga az, hogy én ott voltam, és maga az, hogy én ezt megélhettem, ez valami csodálatos volt. És idén szintén együtt voltunk egy hajóúton, viszont akkor már bot nélkül, és toló kocsi nélkül. Ez számomra csodával egyenlő. És hogy... az a pozitív energia, ami, ahogy megláttak a kollégák, az ismerősök ott, és látták, hogy én az esti ruhában nem egy csofa cégben tologatva jövök, hanem teljes saját valomban, teljes valomban besétálok. Ez valami leírhatatlan volt. Annyi szeretetet kaptam, és annyi csodálatot, hogy ez még sokat segített a javulásomban. És gondolom sokan élnek naponta olyan problémákkal, hogy nem tudnak egészen kis dolgokat is megoldani. És azoknak segítségül tudom mondani, hogy ezt a felemelő érzést, hogy újra létrára tudok mászni, újra kötözni tudok, kertészkedni tudok, újra hát át kéne írni bármit. A címet, tolókocsiból a létrára, igen. Nem is sét. Tehát, hogy olyan dolgokat meg tudok csinálni, amiket régen csináltam, és például most a sminkszobában fel tudtam mászni, ugyan még nehezebben, de a sminkszékre, és az egy ilyen magas... Igen, nem olyan egyszerű abba beleülni. És hogy ezt már meg tudtam tenni. Néhány évvel ezelőtt még gondolni sem értem. Nagyon örülünk mi is neki. Na de, akkor most kérdezzük meg a szakembert, hogy mi ennek a háttere. Hát igazából, amiről mindig beszélgetünk, hogy a szervezetbe a funkcionális ősejtek beindítása, ugye Zsuzsa is mondta, elkezdi eredeti jó minőségivel azokat a területeket újra rakni, ahol probléma van. És nála is ugye ez az autoimmun betegség ilyen állapotra javult vissza, de ehhez két dolog kellett. Egyrészt a Zsuzsa megértette azt a komplexitást, hogy ugye nála is kiderült, hogy a bélrendszer, az enzimhiány, a mikrobiom állomány alacsony szintje indított el, hozzájárult a probléma kialakulásához. Rengeteg méreganyag volt a szervezetében. Ez a sejtmembránok merevsége gyulladása miatt nem tudott távozni, tehát fenntartotta a gyulladást. Tehát a készítménycsalád komplex alkalmazása hozta meg nála az eredményt. Tavaly én is meglepődtem, mikor találkoztunk, ugye tolókocsiba volt, és idén megint dobtam egy kicsit úgymond hátast, mikor már tolókocsi nélkül jött, és találkoztunk nem olyan rég, amikor azt mondtam, Zsuzsa, ezt meg kell mondani az embereknek. 3 év kitartó használata a módszernek hozza meg az eredményt. Na ezt akartam kérdezni, hogy mekkora fegyelmezettség kell ezt végigcsinálni? Én azt gondolom, hogy átsegít az embert az apró eredmények. Én 3 hónap múlva, hogy elkezdtem szedni, szeptemberben kezdtem szedni, és 3 hónap múlva én el tudtam menni egy előadásra, végig tudtam nézni egy előadást, és ez nekem a sok év otthonülés után egy óriási dolog volt. Ez megint adott egy tovább lépésre egy inspirációt. És én azt gondolom, hogy ezek a mindennapos eredmények tovább segítik az embert, és biztos, hogy nem mond le róla, hogyha igazán akarja a változást. Hát azt hiszem, hogy ez most sok nézőn kérdésére volt válasz, akik kérdezik, hogy mikortól vannak eredmények, mit kell csinálni, mennyi ideig. A te példád abszolút válasz. Visszaadom a szót. Igen, hát itt jön be az, hogyha azt megfogadjuk, hogy tart, ameddig tart egy folyamat visszaállítása, akkor biztos, hogy eredményt érünk el. Nem lehet intervallumot adni a szervezetnek, mert az önregeneráció az folyamatos, csak lassú, de működik. A másik, hogy a prevenció is nagyon fontos, mert én azt mondom, hogy nagyon sokan vannak még olyan állapotban, ahol már egy kicsit elindult 25 éves kortól a leépülés, azoknak is szólunk, hogy ne onnét jöjjenek vissza, ahonnét a Zsuzsa visszajött, hanem ki se próbálják azt. Tehát prevencióként kezdjék el ezt a módszert, akiknél meg már ez sajnos késő jött, van lehetőség és remény, hogy újra életminőség változást
érjenek el az életükbe. Csak kitartás kell hozzá, szakszerűség, itt jön az, hogy segítünk mentorként, hogy hogyan használja a készítményeket és milyen módon alkalmazza. Tehát itt nagyon fontos, hogy ha már baj van, probléma van, esetleg ön is éppen az ágy szélén vagy tolókocsiban ül, akkor is kell jelentkezni, hiszen lám visszafordítható folyamatok vannak, illetve hát aki meg jól van, az ne várja meg, hogy... Így van, ne várja meg, hogy az állapot eléri azt a pontot, amikor már kezdi a megoldást, akkor is van lehetőség, csak hosszabb az idő, nagyobb a kockázata, hogy esetleg nem lesz teljes értékű, de még mindig jobb lesz, mint ami volt. És nagyon sokat segítünk a családnak, ha saját magunkat újból egészségessé tesszük, mert egész mással lehet akkor tölteni a családi együttléteket. De, hogy mivel lehet még tölteni, ugye van egy rendszeres találkozó, minden hónapban hírt adunk arról, hogy hol, mikor lehet találkozni személyesen Miskó úrral, illetve magával ezzel a módszerrel. Igen, hát nem csak velem, hanem ugyanúgy, mint a Zsuzsa most elmondta az ő nagyon pozitív eredményét, már azokkal, akik szintén ezen az úton járnak, úgyhogy mondanám a helyszíneket. 6-a augusztus 6-a KEDD Baja, Malométerem este 6 óra, 7-e szerda Budapest István utca 14 este 6 óra, 8-a csütörtök Nyíregyháza Lutherház este 6 óra, 14-én szerdán Debrecenben Harmónia az este 6 óra, és 21-e újra Budapest István utca szintén 6 óra. Köszönjük szépen, akkor zárszóként még egy mondatra Zsuzsannát kérem, hogy valami segítséget adjon a nézőknek. Hát én csak azt tudom mondani, hogy az én példám által nagyon sok ember a környezetemben, aki ismert, már is segítséget kapott, mert ezek az emberek most már bátran kezdenek neki ennek a módszernek, és én nagyon szeretem azt, amikor látom, az talán a legnagyobb boldogság, hogy a környezetemben is mások is eredményeket érnek el. Édesanyám például kortalan lett a 3 éves szedéstől, 86 évesen. Ja, hogy ilyen szolidaritásból veled így szedte, van, és hát ő akkor is. Már ő is, igen. Mert azt is olvastam a legelején, hogy 1-2 év szedéssel, akár 5-10 évet fiatalodik sejtszinten a szervezetünk. Akkor már úgy gondoltam, hogy akkor az édesanyámnak van 80 évesen miből fiatalodni, és akkor ő is szedi, és nagyon jól van, csodájára járnak. És az zárószó Miskó úré. Hát én csak jó fiatalodást kívánok mindenkinek, őrizzék meg az egészségüket, a fiatalságukat, és van kiút a problémákból, csak lépni kell. Köszönjük szépen, azt is, hogy ilyen köszönjük, őszinte hogy volt lehettünk hozzánk, és egy kis teját fogyasztunk. Egészségünkre.